Máté, boldog új évet is, te hozott újra köztünk. Milyen volt a rövid szünidő neked? Hát először is köszönöm szépen, és én is mindenkinek boldog új évet és boldog karácsonyt kívánni. Hát annyira nem volt rövid a szünidő, mert rég volt ilyen sok szabad napunk a két ünnep között, tehát mindig válogatott volt. Szerencsére mindig kint voltunk a világversenyen, és akkor összetartás volt. De utána, igen, utána nem volt túl sok szabad időnk. A torna után mi kimaradtunk Lacival egy kicsit Barcelonában, de utána jöttünk is haza, és itt vagyunk a edzésen, és túl vagyunk a terelőses teszten, és belevágtunk a melóba. Túl vagy válogatott meccseken, vagy akár épp a mai terheléses teszten. Kicsit visszakanyarodnék a térdedre, hogy hogy érzed ez most már, az a sérülés már teljesen a múlté, mondhatjuk? Nem nagyon érzem már a lábamat, de én gyorsaságban még érzek lemaradást ahhoz képest, mint amilyen volt. De remélem most, hogy egy ilyen mini alapozást csinálunk itt Veszprémbe, azután minden rendben lesz. Milyen volt újra most együtt lenni a fiúkkal? Volt az első edzésed velük, illetve mire számítasz most itt a következő hetek kapcsán? Én nagyon vártam, hogy jöjjek én, nekem hiányzott, hogy egy kicsit dolgozzunk, mert a válogatottnál nyilván nem fizikai edzésekre volt szó, hanem inkább taktikáról, és hogy hiányzott, hogy kicsit erősítsünk, fussunk, fáradjunk. Én nagyon vártam, hogy visszajöjjek, meg esküszöm hiányzott Veszprém is, hogy itt legyek kicsit nyugiba a csapattal, a csapattársakkal, úgyhogy én nekem nagyon hiányzott. Akik ismernek, azok tudják, hogy nagy amerikai futball szurkoló vagy, és a kedvenc csapatod az Indianapolis Colts. Hétvégén nagy meccs vár rájuk, konferencia döntő. Mire számítasz tőlük, meg úgy egyáltalán szerinted kinyeri végén a Super Bowl-t? Hát én azt mondom, hogy óriási dolog, hogy ideig eljutottunk. Én azt gondoltam, hogy Denverbe megégnek. Ilyen offenzív fallal nem terem sok babér nekik, de szerencsére rám megcáfoltak is, és nagyon játékkal legyőzték. Azt gondolom, hogy New England az esélyes, pláne hazai pályán, de hát vannak csodák. És hogyha esetleg kiesne az én csapatom, akkor viszont a Green Bay-nek drukkolnék, mert azt is szeretném a címvédésen, és a New England-et még nem szeretem. Úgyhogy... Oké. Köszi szépen, Márti. Szívesen.